A Debreceni Egyetem és a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár között jött létre megállapodás. A ma aláírt együttműködési szerződés szerint a megyei könyvtár lesz az egyetem bölcsészettudományi karán tanuló, könyvtár informatika szakos hallgatói gyakorlati helye. Az első hallgatók már a nyáron meg is kezdhetik itt a szakmai gyakorlatukat. A sajtótájékoztatón Szemereiné Pataki Klaudia polgármester nagy jelentőségűnek nevezte azt, hogy egy újabb egyetem jelenik meg ezzel Kecskeméten. Jó egy olyan város polgármesterének lenni, ahol a jövő az úgy is artikulálódik és körvonalazódik, hogy a fiatalokat képzeljük el, a fiatalokat helyezzük el a középpontba, és az ő képzésük, az ő oktatásuk, az ő fejlesztésük a feladatunk, és hát ebben örülök neki, hogy közel 200 fős hallgatói létszámmal rendelkezik ugye ez a tanszék, és ebből egyre többen majd akkor Kecskeméten is meg fognak jelenni. A Debreceni Egyetem dékánya pedig arról beszélt, hogy a bölcsészettudományi karon mintegy 3000 hallgató tanul, 19 alapszakon és 21 mesterszakon. Az egyik legnépszerűbb a könyvtár informatikus szak. Egyre inkább az a törekvés a Debrecen Egyetem bölcsészkarának, hogy a gyakorlat felé felmutatni a társadalomnak is, hogy a gyakorlat felé orientálni a bölcsész hallgatókat, hogy az életben megállják a helyüket, és jól lehet, a bölcsész területen nincs duális képzés, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy elmozdítani a bölcsészet tudományi képzéseket kvázi duális formába. Tehát a gyakorlati képzés legyen része a bölcsész képzésnek. Igenis, ezek a fiatalok, akik kikerülnek, megállják a helyüket a gyakorlati életben. Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, ez a szerződés újabb lendületet ad a város fejlődésének humán területen is. Az új képzés, amely itt elindulhat, lehetőséget teremt arra, hogy ne csak a reál területen elhelyezkedni szándékozó fiatalok találják meg a lehetőséget, egyrészt tanulási lehetőséget, másrészt később a karrier lehetőséget, hanem a humán érdeklődésűek is, és őket is itt tudjuk tartani a városba. A ma aláírt megállapodást a háttérben a megyei könyvtár igazgatója hozta létre, aki szerint nem titkolt cél az sem, hogy a gyakorlati képzéssel együtt megismertessék a fiatalokkal Kecskemétet, és adott esetben elhozzák őket ide Debrecenből. A könyvtár keretében kialakítunk egy vendégszobát, ezzel is a hallgatói mobilitást egy kicsit segítve, mert hát azért nagyon jól tudjuk, hogy azért a lakhatási kérdések azok nagyon komoly problémát jelentenek a fiatalok számára. Úgyhogy ezzel is megpróbáljuk megtámogatni ezt a kezdeményezést. A könyvtár informatika szakos hallgatók gyakorlati képzése után rövid időn belül Kecskeméten elindulhat a Debreceni Egyetem kihelyezett tanszéke, a könyvtár tanszék. A tervek között szerepel az is, hogy ide helyeznének egy szakirányú továbbképzést is, sőt középtávon a Neumann János Egyetemmel közösen a kommunikáció alapszakot is szeretnék ide akkreditáltatni.